Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán! Én Zsolt vagyok, és a mostani videóban két dologról fogunk beszélni. Az első, hogy mit jelent tulajdonképpen a hosszú távú befektetés, mit is jelent az, hogy hosszú távra fektetünk be. A videó második felében pedig, ahogy az lenni szokott, át fogjuk nézni az én publikus amerikai portfóliómat, és megnézzük, hogy az én részvényeim hogyan haladnak, milyen részvényt vásároltam a héten. Ugye szeretném elmondani, hogyha új lennél a csatornán, akkor rólam azt kell tudni, hogy én minden héten igyekszem új részvényeket vásárolni, új részvényekkel bővíteni az én meglévő publikus amerikai portfóliómat. Ugyanakkor itt a csatornán semmilyen pénzügyi tanácsadás nem zajlik. Minden, amit én itt elmondok, az pusztán az én privát véleményem, szóval semmiképp ne hoz döntést az alapján, hogy én itt miket mondok, vagy hogy milyen részvényeket vásárolok, neked semmiképp nem kell ezt leutánozni, vagy lemásolni. És akkor a videó első felében beszéljünk arról, hogy mit jelent az a hosszú távú befektetés a részvénypiacon, ugyanis uh, sokszor találkozom azzal a gondolattal, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy nézd Zsolt, én szeretnék hosszú távra befektetni a tőzsdére, hogy milyen részvényeket ajánlasz. Egy, nem nagyon szoktam ajánlani senkinek részvényeket, mert nekem is vannak olyan portfólió, olyan részvények a portfóliómban, ami nem teljesít túl jól, szóval nem nagyon szeretek én tanácsokat adni másoknak, hogy milyen részvényeket vásárolnak. Viszont azt mindenképp meg szoktam kérdezni, hogy milyen időtávra gondolkoznak. És én is sokszor meglepődöm, mikor azt mondja valaki, hogy két év, vagy három év, vagy öt év. Szóval ez nem a hosszú táv. A hosszú táv szerintem a részvénypiacon az legalább egy tíz év. Nyilván vannak olyan részvények, amik nagyon hamar képesek akár több száz százalékot felszedni, akár egy éven belül, de hogyha nem arra törekedsz, hogy te találd meg a következő Teslát, vagy a következő Nvidia-t, vagy a következő Netflixet, amik úgy tudták ezt az utóbbi években, legalábbis amikor felkapta ezeket a részvényeket a piac, akkor nagyon gyorsan mentek nagyon sokat, akár száz, meg több száz százalékot is, például ezek a részvények, amiket említettem, hogyha nem akarod azt, hogy te ezt a következő részvényt megtaláld. Nyilván mindenki akarja, én is szeretném, de tény, hogy nagyon nehéz megtalálni ezeket a részvényeket. Szóval, ha hát te inkább egy biztonságosabb portfóliót szeretnél építeni, és olyan vállalatokat szeretnél vásárolni, amik már jó pár éve akár a piacon vannak, de te úgy látod, hogy még mindig képesek fejlődni, növekedni, és hogy hosszú távon ez neked jó lehet, akkor ezekbe a cégekbe érdemes befektetni hosszú távon. De mondom még egyszer, szerintem a részvénypiacon a hosszú táv az egy ilyen, talán tíz évnél kezdődik. Szóval semmiképp nem szabad szerintem hosszú távon részvényekbe gondolkozni, ha te legalább tíz évig nem akarsz befektetni. Nyilván lehet trédelgetni, meg lehet spekulálni, ahol elérhetsz gyorsabban hozamot. Azt is tudjuk, hogy ilyen rövid időtávon a részvénypiac akár meg is bolondulhat, és épp veszíthetsz is, sőt, akár nagyon nagyot is bukhat. Szóval szerintem én is azt a stratégiát igyekszem követni, hogy legalább egy 10-15-20 évben gondolkodom, és olyan részvényeket vásárolok, amik nem feltétlenül teljesítenek most túl jól, de én úgy gondolok ezekre a részvényekre, hogy hosszú távon én ezekkel rendben leszek. Szóval én azt tudom mondani, hogy ha te egy ilyen három éves időtartamban gondolkodol, akkor én is azoknak a táborát erősítem, akik szerint a legjobb befektetés ilyen rövid időtávra az például az állampapír. Mert annak van egy fix hozama, tudod, hogy kapsz X kamatot, megkapod az évi 6-7-8 százalékot, nem tudom mennyi most az állampapír, és úgy teljesen rendben vagy. Szóval, hogyha részvény portfóliót építesz, és te mondjuk felveszed 10 céget kezdésnek a portfóliódba, simán benne van a pakliba, hogy három év múlva az kevesebbet fog érni, mint amennyit, mint amennyit belefektetél, még akkor is, hogyha amúgy jó vállalatokat vásároltál meg, csak egyszerűen ezeknek a vállalatoknak és ezáltal a részvényeknek egyszerűen több időre van ahhoz szüksége, hogy ezek kinőjék magukat, és hogy a részvényárfolyam látványosabbat emelkedjen. Szóval szerintem ez a 10 év a minimum. Szóval, hogyha nem ilyen időtávban gondolkodol, akkor nem biztos, hogy neked való a, a részvénybefektetés, de az semmiképp ne, ne gondolt, hogy te három évre, ha befektetsz a részvénypiacra, akkor te hosszú távú befektető vagy. Szóval mondom, szerintem ez így működik. Írjátok meg hozzászólásban, hogy ti erről hogy gondolkodtok, hogy ti milyen időtávra fektettek be, mik a célok, és hogy hogy haladtok a portfóliótokat, tényleg kíváncsi vagyok. És akkor a videó második felében, ahogy az lenni szokott, gyertek nézzünk rá az én publikus portfóliómra, szóval így néz most ki, és látható, hogy ismét Nike-ot bővítettem, méghozzá kettő darab részvényt vásároltam, és ismét sikerült nagyjából 30 centet lefaragnom a az én bekerülés járamból, ugye ma a Nike most augusztus 29-e, csütörtök késő este van, nem soká zár a piac, most a Nike 83 dollár 70 cent. Tegnap volt egy kis febesés szerdán, úgy nagy, nagyjából minden vállalat zakózott egy 2 3 százalékot, én akkor vásároltam két darab Nike-ot, 83 dollár körül, és így sikerült lefaragnom ismét egy picit a bekerülési áramat, és látjátok, a Nike az tipikusan az a részvény, amiről beszéltem a... A, a videó első felében, hogy most rövid távon nem teljesít túl jól, nyilván ennek megvannak az okai, hogy csökkentek az eladások, hogy nem túl jó most a jövőkép, jön a konkurencia, stb. stb. De én a Nike-ra úgy gondolok, hogy tíz év múlva nem tudom elképzelni, hogy még mindig ne a Nike legyen mondjuk az egyik legnagyobb ilyen típusú vállalat, és hogy ő is ne fejlődjön, stb. stb. Szóval én. Tulajdonképpen mondhatni azt, hogy biztos vagyok abban, hogy 10 év múlva a Nike részvényeim azok jókora pluszban lesznek, és hogy nagyon boldog leszek, hogy visszatekintek, hogy mondjuk 91 dolláros átlagára sikerült ebbe bekerülni. Úgyhogy én kifejezetten rövidtávon örülök annak, hogyha a Nike részvényei esnek, mert én így még többet tudok vásárolni, szeretnék egyre több részvényt birtokolni, és amikor elkezd emelkedni, akkor egyszerűen csak megállok, és majd nézem, hogy a részvényár folyam emelkedik. De ez nem, nem állítom, hogy ez két vagy három év múlva meg fog történni, vagy lehet öt év múlva sem. Abban biztos vagyok, hogy egy tíz év múlva a Nike az jobban fog kinézni, mint ma. De nyilván még azt sem mondhatom ki, hogy ebben biztos vagyok, mert tudjátok a részvénypiacon, semmi sem biztos, de azért ebben úgy elég rendesen hiszek, hogyha lehet így fogalmazni. Szóval így néz ki most a portfólió. Gyertek, nézzük át akkor mindent minden vállalatot, hogy mi történt, és hogy hogyan, hogyan alakul. Itt van a három m ami most 160 ki, ö, 132 dollár, szóval már jó, pluszban vagyok vele, ugye 127 dollár az átlagárom. Nagyon sokan kérdeztétek továbbra is, hogy nem meggondolkodom azon, hogy végre a három m ből kiszálljak hálát adjak azért, hogy elmozdult erről a 100 dollárról, hogy jött ez a jó hír, hogy emelkedett, de hogy innen nagyon sokak szerint azért nem nagyon van már hova felfele menni az árfolyamnak, és hogy talán jó döntés lenne most eladni, és akkor azt a felszabadult szabad készpénzt azt átfektetni másba. Hát én ezen egyelőre még mindig nem gondolkodom, én továbbra is hiszem azt, hogy a három ember körül helyre jöhetnek a dolgok, és igazából a három et is lehet tipikusan azok közé a vállalatok közé emle, említeni, ami tíz év múlva akár tök jól nézhet ki, mert ugye, aki kifizetik ezt a rengeteg bírságot, most is fizet osztalékot, ugye a, a bevételek azok az utolsó jelentésben tök jó, jó voltak, és felül is múlták az elemzői elvárásokat, úgyhogy egy kis szerencsével a 3M- is 10 éven belül tök jól teljesíthet szerintem. Nyilván ez, ez biztos, hogy nem egy-két éves történet. A nike azért lehet, hogy hamarabb meg fog indulni a, a felfelé menet, mint egy 3M-nél. Ezt ugye azért szerintem mindenki egyetért ebben, de hogy hosszú távon a 3M- is tök jó lehet szerintem, úgyhogy én egyelőre még, még tartom. Ugye pont a múlt héten jelentették be ezt a az osztalékot, amit ugye megfeleztek nagyjából, de, de azt tartják, úgyhogy megvan a következő bejelentett osztalék, és ennek tökre örülünk. A következő vállalat a Johnson Johnson 164 dollár, és ennek is kifejezetten örülök. Azt picit sajnálom, hogy a 148 dollár körül, ami nekem a bekerülés áram, ott nem sikerült több részvényt vásárolni mert tudtam, de ezt tényleg éreztem, hogy, hogy, nem sokáig lesz ott, és hogy onnan majd meg fog indulni felfelé. Úgyhogy a Johnson johnson most már teljesen rendben vagyok, fizeti nekem a, az osztalékot. Ugye még mindig 3% feletti az induló osztalékhoz a Johnson johnson nál még ezen a 164 dolláron is. Ugye nekem a 148 dolláron a induló osztalékhoz amilyen kb. 3,5%. És ugye azt el kell mondani, hogy egy olyan vállalatról beszélünk, ami több mint 60 éve fizet és emel osztalékot minden egyes évben, szóval az osztalék az azért úgy, úgy tök jó, meg ennek örülünk, szóval ez tényleg ilyen mozi kategória, hogy ülünk, nézzük, hogy pluszban vagyunk vele, és öbelgetjük be negyed évenként az osztalékot. JP Morgan, hát szintén, szintén zenész, 222 dollár a JP Morgan, ugye itt, itt most már nagyon picik el a 100%-os profithoz, Hát nagyon belenyúltam, hogy ez az egyik legkisebb pozícióm, de ez tényleg tulajdonképpen mióta nekem megvan, csak emelkedik és emelkedik, ugye fizetik ők is rendesen az osztalékot, emelgetik is, úgyhogy hát az első három pozícióm az úgy tök jól néz ki, és ennek most már tényleg örülök. Itt van a fekete bárány legeten plett, ami 12 dollár cent az én 35 dolláros bekerülési áramhoz képest. Ugye itt volt egy nagyon nagy osztalékvágás, és most ilyen 0,05 dollárt fizet negyed évente a legetemplet, ami valami egy százalékos induló osztalékhozam talán. Megnézem, igen, egy és fél százalék, szóval hát most semmiképp nem érdemes venni, mert ugye a vállalat szekere az nagyon rosszul megy, illetve az, az induló osztalék is nagyon-nagyon kicsi. Én láttam fantáziát ebbe a cégbe, mikor megvettem, rájöttem, hogy hibáztam, erről beszéltem, hogy ilyenekbe is belenyúlsz biztosan, hogyha hogyha elkezd el részvényekkel foglalkozni. A Nike a következő, amivel jelenleg szintén mínuszban vagyok, de ez azért más kategória, mint a Legetentlet, szóval ezért ettől azért nincsenek álmatlan éjszakáim, sőt kifejezetten örülök, hogy még esetleg tudok további részvényeket vásárolni, és tovább javítani a bekerülési áramat, mert a Nike ugye most csak 83 dollár, lehet, hogy még fogok venni kettőt a jövő héten, mert akkor ugye lenne kerek 50 darab részvényem. Hát tényleg most már, amikor veszem hetente a Nike-ot, így elgondolkodom rajta, hogy lehet, hogy most már kezdenek unalmasak lenni a videók, mert hogy kb. két hónapja ezt nyomom nektek, hogy Nike és Nike, és minden héten nike veszek. Talán egy kivétel volt, egyszer vettem egy Tiro részvényt a két hete, amikor volt az a nagyobb, nagyobb pánika a, a japán kamatemelés miatt, de amúgy tényleg folyamatosan, csak és kizárólag a nike vettem az utóbbi két hónapban. Most már ez kifejezetten nagy pozíciós, és kifejezetten jól érzem magam vele, pont úgy, mint a Realty amivel szintén nagyon sokáig voltam mínuszban, de ma már pluszba vagyok vele, ugyanis 61 dollár 28 cent, még az ma esett több mint egy százalékot, de ez így abszolút nem zavar, 5 százalék feletti még mindig ezen az árszinten az induló osztalékhoz, am. szóval osztalékfókuszú befektetők, nézzetek rá szerintem a Realty mert még mindig tök jó a az induló osztalékhozam. A Starbucks a következő, ugye, ami, hát ami egy két-három hete még ilyen 75 dollár körül mozgott, és sokáig nézegettem, hogy vegyem, ne vegyem, nem vettem, mindegy, most már 95 dollár, evel is jó nagy pluszban ülök, de azt azért azóta is sajnálom, hogy azt a 75 dolláros árszintet nem használtam jobban ki, és nem akkumuláltam több részvényt, de Erről most már lemaradtam. Hát, hogyha a CEO, akit megválasztottak a Starbucksnál, mégsem fog olyan jól teljesíteni, mint ahogy azt a, a piac beárazta, mert ugye tulajdonképpen ennek köszönhető volt az a nagy emelkedés, akkor lehet, hogy majd visszaesik erre a 75 dolláros ára, és akkor majd szépen lehet belőle csipegetni. A Tiro a következő, 109 dollár, már itt nagyon jól elkaptam, volt egy, pár napig az én bekerülési áram alatt, akkor vásároltam még egy darab részvényt, egy picit még lejjebb faragtam a bekerülési áram, és szerencsére gyorsan vissza is pattant, igaz nem 120 dollárra, csak 110-re, de nekem a pluszom már így is megvan, fizeti az osztalékot, méghozzá jó kis osztalékot, ezen a mostani árszinten 4,5% feleti, szóval ez tök rendben van szerintem. A Tesla a következő, 210 dollár, hát a Tesla például esett a múlt hét óta, mert a múlt héten, mikor találkoztunk, akkor 2,20 volt, hát a Tesla magasan a legvolatilisabb ö, részvény az én téleg tényleg volt itt minden, ugye én 135 dolláron vettem meg, és volt 2,60 és 2,70 és 2,00 is, szóval tényleg hetente amikor találkozunk, akkor simán van a részvény árfolyam közt ilyen 20-30 dollár is akár, ami így azért elég durva. A Verizon a következő, ami viszont a Teslának az ellentéte, szóval a, a Verizon szerintem egy ilyen fél éve, egész évben tulajdonképpen 42 és 39 dollár között mozgott, szóval itt abszolút nem volt semmiféle kiugrás, se, le, se fel ez a 40 dollár, ez az átlag a Verizon-nál. Ezen az árszinten a Verizon is 6,5%-os induló osztalékhozammal a kecsegtet, ami tudom, hogy sokak szerint veszélyben van, hát meglátjuk, hogy mi lesz. A Walgreens ugye a következő, ami, ami ismét esik a múlt héten is eset, a hónapos grafikont, három hónapos grafikont, egyéves éves grafikon nézünk, mindig esik a Walgreens kivétel nélkül. Ugye itt is volt egy komoly osztalékvágás, de érdekes, hogy most, a, most egy Walgreens részvény, mikor veszem én ezt a videót, 9,35 dollár cent, és ezen az árszinten 10 és fél százalék az induló osztalékhozam. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy kimeri a Walgreens-t most vásárolgatni. Én ugye gondolkoztam ezen, és érdekes, mert nagyon sokan írtátok hozzászólásban, hogy ti is gondolkoztok ezen, úgyhogy hát tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. meglátjuk, hogy meddig fog esni, vagy hogy mikor fog bekövetkezni a, az osztalékvágás. És akkor az utolsó vállalat a Whirlpool, ami most 103 dollár, ma egy 1,5 os pluszban van. Hát ez olyan, hogy ez kicsi pozíció, annyira nem érdekel. Nagyon sokan írtátok, hogy a Walgreens a Whirlpool-al a is be fogok fürödni. Egyelőre a Whirlpool fizeti az osztalékot, szóval ezzel úgy azt gondolom, hogy nincs gond. Ugye itt még látható a készpénzállomány, amit továbbra is 1786 dollár. A portfólió értéke 75.500 dollárt is átlépte, ez még tegnapi érték, mivel ma minden emelkedett. Szerintem van még benne egy ilyen 2-300 dolláros pluszba és az éves osztalék az 959 dollár. Hát ugye augusztus vége van, remélem, hogy decemberre meg lesz az áhított 1000 dollár osztalékból, ami ugye nekem nagy, nagy vágyam, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én ennyit akartam most nektek, srácok, elmutatni. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a videót, hogyha tetszett, ne felejtjétek, nyomjatok egy lájkot, ha még nem lennétek feliratkozva, iratkozzatok fel, és külön köszönöm mindenkinek, akik támogatjátok anyagilag is a csatornát, Találkozunk srácok legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!